adták hozzátok, hogy neki is meglegyen az átlaga. Pontosan. Üdvözlet mindenkinek! Jó, Pepi? Hát, ezek szerint igen. Pepi úr? Igen? Ott van a pultnál az itala. Na mondja, szívem. Miféle italom? Amit mindig felszokott hajtani a pultnál. Mondjad, bogara. Mi van a pultnál? A pultnál van a... Gyula úr. Van a pultnál, majd ő elmondja, hogy mi van. Na mi van, csillagom? Természetesen minden jogot fenntartok a magam számára, beleértve a külföldi forgalmazás jogait is. De mi lenne az ötlet, Emil bácsi? Édes Istenkém, de szép idők voltak. Amikor maga még a térdén lovagoltatott? Nem, amikor még jól elfenekelhettem, ha belekotyogott a felnőttek beszélgetésébe. Hát ezek után elviszik Ivánt, megérdemlik. Jött a tévés! Mit csináljak? Még egy kicsit rontok rajta. Tartsátok fel! Markó drága, gyere ki, nehogy megismerje. Kisfiú, üljetek a helyetekre! Lóti futi, kezdjél sminkelni! Üsszél a helyedre! Ne főznek egy nagyon rossz kávét! Azt ne, 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 Teruska. Csak egy olyan finomat, amilyet szokott. Jó. Jöhet a nagy kutya. Tudod, mi az, hogy buksz index? Hogyne. Ha parkolás közben összetöröd az indexedet, akkor több ezer forintot buksz. Velem ez többször előfordult. Bár két hónapja nincs ilyen problémám. Csak nem tanultál meg parkolni? Nem, nem cseréltem ki a törött búrát. Elképesztő vagy. Ide jövök hozzád letörve, mint a Billy füle, és pár pillanat múlva már azt se tudom, hogy mi bajom volt. Fantasztikus vagy, apa. Büdös életben nem lesz még egy ilyen apád. Úgyhogy jól oszd be. Na, mi van azzal a buksza? De főnök, én utálom a sört. Egyetlen kortól két napig csuklom. Iván úr a KBTV főrendezője. Megérdemel egy kis áldozatot, nem? Biztos, de miért tőlem? Ez a munka megosztás. Én hozom a sört, maga meg az áldozatot. Főnök, én a sörtől csuklom. Pepi úr nem nagyon iszza a sörét. Dehogy nem, csak kielvezi az első korty előtti pillanatokat. Egészségére, Pepi úr! Igyon már, Pepi, különben az Iván úr soha nem fogja kifizetni a számláját. És akkor magasak a fizetést. Egészségükre az uraknak! Egy bomba üzlettől estünk el. Elestünk és bevertük az arcunkat. Ekkora marhák is csak mi lehet? Mert nem bízunk Ivánban. Halló? Ivánka? Szia, kicsi bocsom, mondjad. Hogy eldobhatom a felvondó leveledet? Na jól van, bogaram. Nagyon örülök, jól döntöttél. Aha, aha. Mit mondasz, hogy találkozzunk? Jól van, csillagom. Jó, te ne vegyél fel kabátot, ne, ebbe a dög meleg, mert ne kimész az utcára, megizzadsz, megcsap a szél. Iván, Iván! Jó, szia. Ivánka, remek! Nevéztem, csodás! És csak itt erre jártam, és mondták, hogy itt vagytok. Pazar! Tiétek a munka. Amit indulunk, hozom a szerződést. Jó, hát ígyunk erre egyet. Nem lehet, és sietnem kell. Csak gondoltam, megmondom személyesen. Mindenkinek gratulálok, gratulálok! Milyen kazettát nézett ez meg? Természetesen a jót. Na most mi a csodálkozás tárgya, kicsi bocsaim? Szerencsére a jó kazetta volt már nálam, amikor bementem a vezérlőbe. Miféle jó kazetta? Hát te tudod, hogy mit csináltuk? Egy rossz riportot is? Ki árult el? Ki volt? Te! Igen, te elfelejtetted elzárni a zárt láncot. Segon kuckójából megnéztem, hogy mit vettetek fel. Egész végig Emil bácsi szórakoztatott minket, az adást se láttuk. Volt valami? Nem, semmi, bogaraim, semmi. Ilyen eseménytelen és nyugodt napunk már rég volt.